What do we actually mean by trap for? What is a trap for? Mit jelent ez a szó, hogy csapda? Ez nyilvánvalóan egy metafora, és nagyon úgy tűnik, hogy ez közel van a Bibóféle zsákutca gondolathoz hasonlít, és más tanulmányokban, filozófiában és az irodalomtörténetben máshogy nevezik. Ez egy olyan helyzet, az egyik résztvevő valamivel gyengébb, mint a másik. És azt gondolom, hogy szeretném megnézni, hogy mennyi idő áll rendelkezésemre. Szóval röviden azt szeretném elmondani önöknek, egy érvekkel alátámít támasztani, hogy a nyugat-európai és közép-kelet-európai közötti kapcsolat valójában egy csapda. Ami azt jelenti, hogy a két fél nem tud egyenlő szintre jutni, és ez hosszú távon történelmi szempontból is nézve igaz, és a jelenlegi helyzetre is igaz. Az a 13 év, mint amit az Európai Parlamentben töltöttem, mint magyar képviselő, azért enged ebben némi belelátás, betekintést. A hatalom szimmetriája egy érdekes kérdés, amiből kiindulhatunk, és ilyen mindig is volt. Tehát most csak a saját hangom van, de rendben halljuk. Tehát alapvetően Európa egy olyan különleges terület, ami mindig is a hatalom szimmetriájának a központjába volt, ez a múltban is igaz volt, és ezt régen vagy háborúval, vagy valamilyen erőszakos megoldással rendezték. Az egyik legnagyobb európai teljesítmény az az 1945-ös megoldás, amikor sikerült valamilyen módon egy konfliktus kezeléssel és háború nélkül rendezni ezeket a kapcsolatokat. Ha visszamegyünk 45-höz, és most már vagyok olyan idős, hogy én erre még emlékezhetek, tehát előttünk van egy teljesen traumatizált Európa, később aztán a Fulton beszéd következtében ugye fölépült a vasfüggöny, de hogy lehet ebből a traumából kikerülni, hogy lehet ezt feldolgozni, ugye több olyan mű is van, Alexander, tehát többek, akik ezzel foglalkoztak, de hogy lehet ezt feldolgozni? Úgy tűnik nekem, és megpróbálom az érveket szembesíteni egymással, hogy a nyugati hatalmaknak sikerült azt elérni, hogy ebből a traumából kimeneküljenek. Tehát az európai integrációs folyamat, és tulajdonképpen erről szól, és egész jól is működött. Miről szól az európai integráció? Azt hiszem, hogy arról szólt, hogy soha többet ne legyen Németország és Franciaország között háború. Hát ez jól meg is valósult, hiszen nem is lett. De szeretném ezen a ponton jelezni, hogy a konfliktus kezelésnek ez tulajdonképpen a legfontosabb része, és az európai integrációnak is ez a lényeg. Sokan nem értenek velem ebben egyet, de én azt gondolom, hogy ide kell, hogy visszakanyarodjunk. Ha megnézzük a világnak ezt a részét, amit Közép-Európának fogok most nevezni, és elemérlő szellemével azt hiszem, hogy lehetne vitatkozni ezen. De ez egy nagyon régi tapasztalatnak az eredménye, tehát hogy megpróbáltunk valamilyenféle külső átalakulást létrehozni. Itt egy birodalom volt jelen, amely megpróbálta a saját modalitását, a saját rendszerét, a saját kényszerét rá húzni a társadalomra. Én írtam erről tanulmányt is, és el is küldtem egy szöveget. Meg fogom mutatni, tehát ez a szöveg létezik, és itt részleteiben is fogok beszélni róla. Tehát ezeknek a kísérleteknek is Joseph II's absolutism, which
Lényege tulajdonképpen az volt, hogy egyfajta olyan helyzetet hozzon létre, hogy egy átalakulás menjen végbe ezen a területen, és ezek a kísérletek, hogy az átalakulás létrejöjjön, végül is nem jártak teljesen sikerrel. Ez azt jelenti, hogy vannak befejezetlen eredmények, ami pont a régiónak a történelméből fakad. Ez azt jelenti, hogy a közeg az gyenge. Tehát, hogy az eredménynek a sikeressége is egy kicsit gyenge. És mindig egy kicsit lemaradottság érzésünk van a nyugat-európai régiótól. Ez persze egy elég szubjektív érzés, de eléggé jelen van ebben a régióban. 10 évvel ezelőtt volt egy Babich kötet, aminek az volt a címe, hogy Légy ellenállás. Ugye a légy, mint kis rovar szójátékkal is le lehet fordítani, tehát attól függ, hogy mire gondolt a szerző, de az biztos, hogy nem lehetett volna máshol a világon egy ilyen címmel kötetet megjelentetni. Tehát arra gondolok, hogy T.S. Eliot adott volna egy ilyen címmel egy kötetet, hát azért ez nem működött volna. Babich csak azt szerette volna illusztrálni, hogy van ebben valami belső tartás, hogy a hatalomnak ma mindig szembe kell helyezkedni. És a hatalom mindig duplán gyanús. Ez elvisz engem 1989-be, amit azt hiszem már mindannyian megtapasztalhattunk, és úgy tűnik nekem, hogy ebben az időben kezdtük, vagy újra kezdtük, újra indítottuk a régió párbeszédét a nyugat-európai régióval. Nem hiszem, hogy ez az újra találkozás nagyon sikeresnek mondható, és ennek több oka is van, és számosat meg is fogok most említeni ezek közül. Az első oka, talán tudom, hogy kicsit egyszerűsítésnek tűnik, de az első 13 év, az elmúlt 13 év alatt, ugye amióta EU tagok vagyunk, megint egyfajta műszaki, tehát átalakulásról van szó. Megpróbáljuk átalakítani az országokat valami olyas valamivé, amik eddig nem voltak. Tehát attól függ, hogy kinek az elképzelésének próbálunk megfelelni, végül is teljesen mindegy. Most éppen Brüsszelének, szimbolikus Brüsszelnek, amiről tudjuk, hogy meg kell állítani, ugye ismerik. Tehát kinek próbálunk megfelelni? Ennek a konzekvenciája az, hogy egy olyan világban élünk, hogy egyfajta új, vagy régi új csapdába kerültünk. Nyilván ezek kapcsolhatók ahhoz, amit korábban hallottunk, olyan módon, hogy a két Európának ez a két oldala nem egyesült, nem sikerült összekapcsolódnunk, vannak téves elvárások, vannak téves percepciók. Tehát úgy tűnik, hogy voltak elvárások, az volt az egyik elképzelésünk, hogy mi itt Közép-Európában majd jól felzárkózunk Nyugat-Európához, ugye? Tényleg szép növekedést is tapasztalhatunk, legalábbis az 11 később csatlakozott országokról beszélünk. De hogyha összehasonlítjuk magunkat 10 évvel ezelőtt, mondjuk az egyfőre első GDP az nőtt, de egyetlen egy EU-15, tehát gazdag tagállamot sem sikerült utolérnünk. Tehát ha meg akarnánk nézni statisztikai adatokat, akkor láthatnánk, hogy a szlovének és a csehek már elkerülték Portugáliát és Görögországot. Hát ugye a görögöket tudjuk, hogy teljes káosz és teljes tehetetlenség, de semmi más nem sikerült. Tehát a növekedés tovább zajlott ott, és nem sikerült felzárkoznunk. Második pontként a kölcsönös meg nem értést tudom felsorolni, és ehhez egy anekdotát is tudok önöknek adni. Ez mindig szépen illusztrálja a dolgokat. Tehát amikor 2004-ben megérkeztem az Európai Parlamentbe, és valaki úgy döntött, hogy legyen egy új munkacsoport, aminek az lenne a feladata, hogy az európai történelem egyesítését próbáljuk
elérni. Hát leültünk, és milyen érdekes módon mindenki korábbi szocialista országból érkezett, voltak lengyelek, volt egy román, de senki, aki az első 15 EU tagországból volt, képviselte volna, nem volt. Hát teljesen halálra volt ítélve, hiszen is érdekelte őket, hogy miről beszélünk. Nézzük meg Portugália történetét, nézzük meg Írország történetét, vagy akár a svédek és a norvégok kapcsolatát. Ugye mi nem tudunk róluk sokat, de ők rólunk még kevesebbet, már amennyire ez mérhető. Tehát az érdektelenség a 15-ök részéről, az ugye megint itt erről a hatalmi szimmetriáról beszélünk, és ide szeretnék visszakanyarodni, tehát a hatalom státuszáról, és teljesen mindegy, hogy ennek melyik szegmensét nézzük. És nehéz ezt a szakadékot áthidalni. Ami pedig a Közép-Európáról szóló narratívákat illeti, ugye itt lehet gazdasági, társadalmi, politikai szempontokat nézni, de mindig vannak a jók, meg a rosszak. Ezek ugye sztereotipikus megoldások, de ha megnézzük a nyugati médiát, ugye a csehek, meg az észtek, azok mindig a pozitív hősök, hát nem tudom, hogy mi meg a lengyelek mik vagyunk, de hát ugye a románok is, hát nem tudjuk melyik kategóriába estek. Hát a litvánok általában most már hamarosan befejezem. Van egy olyan általános érzés, amit gyakran találkozom ezzel, hogy miért nem lehetnek a közép-európaiak olyanok, mint mi? Tényleg a nyugat-európai demokráciák ugye sokszínűségre építenek, de valahogy mi máshogy működünk. A mi problémánk az, hogy mi nem tudunk exotikusnak lenni, de nem vagyunk exotikusak, tehát szeretnénk azok lenni. Kicsit olyanok vagyunk, mint a sötét árnyék, mint a jó testvér, rossz siker testvére, tehát valami, ami nem működik. A másik az, hogy lehet, hogy rosszul fordítjuk le a dolgokat, tehát hogy nem politikai szempontból, de hát, ha mi rosszul fordítjuk le a mi kívánalmainkat a nyugat felé. A következő, a Larry Wolf, ez a két szó, amit szeretnék mondani, nem tudom, mennyire ismerik a könyvét. Ő azt mondja, hogy a 18. század óta a francia felvilágosodás, és Diderot, és a többiek, ő ott alakult ki egy határvonal nyugat és Kelet-Európa között. Mi voltunk a civilizált világ Párizsban, és ott volt a másik sötét oldal. És hát mi civilizálottunk ugye a szőrös barbárok ellen, ha így tetszik. És hát meddig húzódik ez a kelet? Hát ameddig csak szeretnék. Tehát ez a narratíva, azt hiszem, politikai narratíva még mindig megtalálható. Van egy másik probléma, ami még mindig nagyon érzek, és hogyha visszakanyarodok az integrációhoz, legalábbis szerintem, az az, ugye a válság kezelése ugye nagyon sokszor az emberi jogoknak a köntösébe lett, az a lett betakarva. Tehát hogyan lehet kompromisszumokat létrehozni, amikor egy olyan párbeszéd folyik, amikor főleg az emberi jogokról beszélgetünk. De hát ha van egy olyan konfliktusunk, tehát mind a kettő egy komolyan érzékelhető probléma. Tehát most arra a kapcsolatra utalok, ami a 15 gazdagabb európai tagország, uniós tagországot és a később csatlakozott 11-et érinti, tehát a kettőjük kapcsolatában. Nem tudtunk egy közös nyelvet létrehozni, nem csak közös gondolatokat, közös koncepciókat, de nem tudtuk ugyanazt a státuszt elérni, hiába vagyunk ugyanannak a klubnak a része. És ez a záró gondolatom. Köszönöm szépen!